Közismert az, hogy Oláh János többféle műfajban, sőt műnemben is próbára tette a tehetségét. Ismerjük a prózaíró Oláh Jánost, a költő Oláh Jánost, a drámaíró Oláh Jánost, az irodalomszervező Oláh Jánost, márha ez műfajnak tekinthető, a szerkesztő Oláh Jánost. Mégis a köztudatban talán a versíró Oláh János képe van a leginkább lefestve. Ez a legmélyebben kidolgozott a kutatás részéről is. De Oláh János kitűnő prózaíró is volt. Emlékezzünk csak a Közel című regényére, vagy a Száműzött történetek címmel összefogott, összefoglalt és kötetben megjelentetett nagy novella füzérére. Ezekben az írásaiban Oláh János a saját történelmi korát 1945-től a 80-as, 90-es és a rendszerváltás utáni évekig terjedő magyar történelmet, annak nagyon sokszor a kellemetlen eseményeit dolgozza fel. A Magyar Napló kiadó a 2017-es könyvhétre megjelenteti Oláh Jánosnak a hátrahagyott novelláit, mégpedig Csókold meg a csizmám címmel, amely már címébe kifejezi részben a tartalmat. Arról, hogy a magyar világra, különösen a magyar vidékre hogyan hullott rá az erőszak már a világháború éveiben, majd hogyan folytatódott ez tovább a kommunista diktatúra alatt. Igazából nem is csak novellákról van szó. Ha végigolvassuk ezt a gyönyörű anyagot, az látható, hogy egy nagyobb regény körvonalai tartalmazza, ez a novella sorozat. Két részből áll a kötet, az első rész a Csókold meg a csizmám című 6 novellát tartalmazó egység, a második pedig a Madarak fészke, amely 2 novellát tartalmaz, de mégis ezek egy füzért alkotnak, és egy regénynek a töredékes vonalai. Ahogyan a jéghegy kiemelkedik a tengerből, csak a csúcsot látjuk, a nagyobb mű az már csak a képzeletünkkel rakható fel, hiszen Oláh János nem tudta már befejezni, megalkotni ezt a teljes regényt. Ki szeretném emelni a könyvnek a poétikai értékeit. Részben a Móricz és a hozzá kapcsolódó realista hagyomány nyílik meg a novelláknak, különösen az első részében, majd pedig a végük felé haladva a könyv második szerkezeti részében az a fajta látomásos, részben posztmodern elemekkel telített írói eszköztár bontakozik ki, amely már komolyan beilleszkedik a magyar próza új áramlatainak az irányaiba is. Ha az olvasó meg szeretne tudni többet arról a világról, arról, hogy a magyar vidéken egy félreeső kisvárosban, falvakban hogyan élték meg a II. Világháború történéseit, majd a megszállást, majd az 56-ig terjedő diktatúra időszakát, olvassa el Oláh Jánosnak ezt az új könyvét, és ezzel Oláh János, mint szerző is itt lesz halála után is a 2017-es könyvhéten.